indul. Tehát a lényeg, hogy mivel ez egy gazdafogat hajtó verseny, nem az a lényeg, hogy ezerrel végig menjünk és alapidő van, és nem baj, ha hibázunk. A gazdáknál az a lényeg, hogy mennyire szótfogadók a lovai, mennyire fordulékonyak a lovai, és mennyire hallgat a gazdájára. Balázsról tudni kell, hogy az idén már van egy első helye, tehát az egyik megyei fordulón az egyik futamot megnyerte. Nagyon-nagyon szépen hajt a Balázs. Egyik, mondhatom, a unokája, mert ugye a nagypapa, az apuka és a gyerekek is nagyon-nagyon jól hajtanak. Nézzék meg, hogy okosan, szárba tartva, szépen hajt a Balázs. Akik most indulnak először gazdafogat hajtók, szeretném nekik elmondani némi segítséget, hogy az oldalajtókat kössék meg, mert a rázkodástól lenyílik és leesik a zsák. Tehát akik most indulnak először, ennyi segítséget. A 6-os, 7-es hibátlan. Balázs általában hibátlan szok hajtani. És gyönyörűen, szűken fordul a Balázs. Látszik, hogy ő azért rutinos hajtó. Nagyon sok kertet fölszántott cseténybe, és a gyümölcsfák alatt nincs nagy ív, el kell fordulni a fa alatt, senki nem szeret ásni. Balázs, mit iszol, fröccsöt? Vagy Matyi, Matyi, mit iszol, fröccsöt? Szódát? A tegnapi nap után nem csodálom. Lássuk a Mátyásnak, hogy megy a gurogatás. Így van. Balázs egy kicsit lejjebb mentél volna, jól könnyebb, de úgy látszik a Mátyás, ez csak úgy röpül a kocsira. Remélem a kézifék nem jó, hozzá ne enged nyúlni. Nézzék meg, gyönyörűen fordulnak. A lovak neve Rigó és a baba. Tizennégyes is sikerül. Balázsnak van esélye arra, hogy megnyerje a megyei fordulót, hogyha most nagyon-nagyon hibátlan és gyorsan hajt, hallod, akkor ő is esélyese a bajnokság megnyerésének. Éppen fönnmaradt. Szerintem a Matyi rálépett az almára, amíg nem vettük. Úgy látszik, a Balázs az időre is megy nagyon, de az időre is megy nagyon. Nézzék meg azt a nagy hűtőszekrényt, hogy vártázik. Pályaszolgálatot megkérném, hogy a kettes akadályt majd mindig figyeljük, mert a vállától pont nem látjuk. Jó? Itt már nem viszik. Azt mondja a Matyi, hogy szódából elég volt. Eddig hibátlan Balázs, eddig hibátlan, reméljük marad is. Nem, egy hiba pont. Egy verőhiba, az öt hiba pont. Kettő verőhiba, 10 hiba pont. Egy kicsit úgy látom, hogy a Balázs kapkod, sokkal higgadtabban szokott hajtani. Úgy látszik, most az idővel is versenyez a Balázs. Mivel az esélyei a vékony, gyorsabb lovakhoz képest
kisebbek az esélyei, tehát elég nagy hátrányban van, most próbálja az idővel visszahozni a gyorsabb hajtással, és így egy kicsit nehezebb neki. Tehát... felkészül. Nagyon jó az idejő. Így vannak, repülnek a hűtőszekrények, igen. 6 perc, 2 másodperc, 2 verőhiba, 10 hiba pont. Gratulálunk a hajtásért Vörös Balázsnak, egy szép hajtás volt. A következő versenyző, Mihaletko Gábor, és felkészül. Elkészül Rufek Tamás. Fogat felkészül. Fogat indul. Hajrá, eskü! A Mihaletko úr, mindegyik, mondhatom azt, hogy mindegyik versenyen ott volt. Nagyon szépen, nagyon okosan hajt. Gyönyörűen a két sárga. Most sok segítsége van, mert a Dufek úr ott ül mellette, aki már egy verseny nyert, a kezdéstek, a jászdi verseny nyerte, a megyei forduló első versenyét. És így sokat tud segíteni a Mihaletko úr, sokat kellene neki. Dufek olyan gyorsan pakoljál, hogy utána visszakapod, ha lassan pakolsz, azt tudod? Nagyon koncentrál Mihaletko úr. Ez a kettes számú fogat. Még egyszer elmondanám, hogy a szépségversenyen lehet szavazni a fogatokra, ezért vannak a fogatokon a számok. Itt a tévőnél le lehet adni, hogy kinek melyik fogat tetszik a legjobban, és fogat szépségversenynek. Nagyon örülhetünk, hogy Csetényben rendezhetünk egy megyei bajnoki fordulót, és hogy annyira nyílt maradt a verseny, hogy az utolsó fordulónál teljesen nyílt a verseny, bárki lehet szinte a megyei bajnok. Oda nézzen. Gyerekek, csak biztonságosan, biztonságosan. Szódát iszik, oda nézzenek, hú, mind ökutba a hóli, fele mellé, fele vele. Ugyanis nem számít, ha fele az ingre megy, az nem pont levonás. Nyugodtan mehet ingbe, ing alá. Gyere most, és gyere oda. Hopp, 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 a két sárga rendetlenkedik, első verőhiba, 5 hiba pont.
214-es nincs a verőhiba. Azt hiszem, hogy a Klór az utolsó fordulón egy igen nehéz pályát állított fel nekik. Az első versenyek, tehát fokozatosan úgy építi a pályát, hogy egyre nehezebb pályát, egyre taktikásabb pályát, és ezért egyre több a verőhiba. Tehát a lényeg az, a fogadhajtásnak a lényege az, nem az, hogy végigszáguldunk a pályán, lesz ami lesz, és ha összejön, akkor nagyon jó, hanem hogy minél jobban azt gyakorolják be a versenyzők, hogy fordulékonyak legyenek a lovak, szótfogadók legyenek a lovak. Tehát a lovas, vagy a hajtó és a lovak között az őszhang egyre jobb legyen, egyre harmonikusabb legyen. Nem iszunk, megyünk, nem iszunk, nem iszunk. Megyünk tovább. Szeretném megköszönni a szponzoroknak, hogy segítséget nyújtottak és lehetővé tették ezt a megyei fordulót. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk, hogy egy gazdagok oda nézzenek, hogy fordulnak ezek a lovak. Gyönyörűek! Gyönyörűek, tapsoljuk meg, ahogy fordul a mi alapfordulnak. Ej, jaj. A távola. És papíron három verőhiba, de azt mondtak, hogy legalább 10-et adjunk a tábláért. Természetesen ez csak mi. Köszönjük a fogadnak. Ősiből érkezett, őskörről érkezett Dufek Tamás úr. Mások azért is. Elköltöztetünk. Kese és Csillag nevű lovával. Lassza. Ugye a tipikus gazdának mindig van valami etetni való a lóvas kocsiján, és ha meglátjuk a Dufek úrnak, ott van a Lucerna, a frissen kaszált Lucerna, és ott a lóvak megállnak, hogy meg tudjuk etetni őket. A persze a versenyen nem fogja megtenni velünk. Pina! Ja! Úgy látom a patron olyan kicsit lassú volt. A Dufek úrnak reméljük a vadászhajtásra már lesz egy ostora is. Nem. Eddig hibátlan, nagyon szépen, okosan, taktikusan haj. Dufek úr is az egyik nagy esélyese ennek a versenysorozatnak, megyei bajnokságnak. Na most tudni kell, hogy ez egy kicsit hosszabb rút, nehezebben fordulnak vele a lovak, illetve nagyobb ív kell, tehát a bólyás, mert nyaklóval hajt, ahogyan igazándiból egy gazda fogadnak illik hajtani. De tartó szíjjal is lehet hajtani, ez nincs benne a szabályzatban, de ez a tipikus gazda fogat. Nézzék meg szépen taktikusan, mit iszol? Vizet.
Az önkormányzat fizet. Indulhat a fogat. Egy kicsit lassan, látom azért a szóda lassabban megy. Látom lassabban megy a szóda, sok benne bunybolék. De a sok kör legurul. Itt van nagyon nagy hátránya a hosszú útnak, de gyönyörűen csinálja meg Dufek úr, gyönyörűen megoldotta eddig. Nézzék meg, hogy mennyire elő kilógban úr. Finoman, finoman, de szép volt. És nagyon-nagyon jó az ideje a Dufek úrnak. 3 percnél fordult, eddig hibátlan. Eddig hibátlan Dufek úr. Gyönyörűen fordulnak a lovai. Gyorsabban, gyorsabban, időre megy, időre megy. Egy új technikát láttunk, az úr könnyebben fölépett, a zsákról lépett. Kapott egy ostort a Dufek úr. Reméljük, ez most már nem fogja hátráltatni. Hibátlant hajtson Dufek úr, a hibátlanra menjen, a hibátlan nyer, és a hibátlanoknál számít az idő. A Dufek úr, reméljük a nyerő ostort. Hajt, ugyanis ezt az ostrot a Jászdi gazdafogott hajtóversenyen nyerte, az első hely ajándéka volt. Teljesen megváltozott a fogat, gyorsabb, dinamikus lett a Jászdi ostor, ugye? Ó, nem kell az Angliáig. Jó úgy. Gyerünk, odafigyelni, eddig hibátlan. Még mindig. Ez nem hiba, csak valaki a táblát zsolti, légy szíves. Még Attila. Gratulálunk, egy nagyon szép gyors hajtás volt, ennyi, de kár volt ezért az utolsó akadályért. De gyönyörű, szép volt, fordul, tapsoljuk meg a fogatot. 5.35-ös idővel, egy verőhibával, 5 hibapont. Gratulálunk a Dufek úrnak. A mostról jó volt. Hogy ez két fél ló? Mit is tök fiúk? Két fél ló? Azért 5-6. Nem ihattok mind a ketten. Szóval? Pista. A díjban úgy jön a kocsi, mint hogyha bombázni vennének. Hajrá, Rosszmer! Ők a helyi versenyzők. A jogszor a gazdafogatba is nagyon-nagyon jól szokott menni, de a díjat is, és a, de a vadászhajtás igazándi volt a jogszornak a specialitása. Meg a kaszkadőrkülés. Ez a fogat az úgy látom handicappel indul, ugyanis plusz súly is van hátul a zsákokban. Túl gyors a fogat, úgyhogy le kellett terhelni. Gyönyörűen megy a deres, a főcske is nagyon-nagyon gyönyörűen megy. A balosló
a divatlóa, a jobbos, a jocójé. És így közös a fogat. Nagyon gyönyörűen mennek együtt. Jocó csinál egy kört, lehet, hogy időben jobban jár. Gyönyörűen fordul neki a deres. A deres eltolja a föcskét, betolja ahova kell. Gyönyörűen. És szépen megy a fogat. Divat futtába. Jocó, hát remélem tanítottad neki ezt a bálagulgatást. Eddig hibátlan, és szép hajtást látunk. Szódát iszik. Divat. Kutyaharapás szőrével nem tudtad. Ezt nézzék meg! Ez nem volt 2/10 másodperc. Ez éjjel ezt gyakorolta én szerintem. Szeretném elmondani, hogy a szünetben íjjárt bemutató lesz. Húha, nagyon jó az idő. Hibátlan az első kör és 2 perc 40 másodperc. Tehát eddigi legjobb idő a felénél, a legjobb részidő. Ezt tudjuk a Jocóról, hogy nagyon gyorsan hajt, jól is hajt, ha kijön neki a lépés, azt mondja, hogy nézzék meg milyen szépen mennek a dolgok, nézzék meg a dolgok. Csak a pakoló egy kicsit lassú, szerintem el van hízva egy kicsit, és így kicsit lassabban megy a dolgok. Így tud rakodni, nem úgy látom, ha gyorsabban megy neki. Egy hiba pont. Éppen hogy csak. Látszik, hogy Divat nem figyel. Jucónak a deres egy nagyon-nagyon jó származású ló. Corino. Gyorsan, fönt van már a divat, Tényleg veszélyes. Lóznak az összes tábláját, összetörik a mai fogathajton. Az eddigi legjobb idő, azt hiszem. Csak 5 hiba ponttal. Fogat indulhat. Köszönöm.
akkor én volt, nem? Kicsit miért? Igen, miért elég. Nézzék meg azt a fejt, a baloldali rovat. Nézzék meg, milyen gyönyörű ellény. A jobbik rovaviskának az biztos, hogy annyira tétek mű. Visszahúztam, Marci. Én visszahúztam. A valóban a miskának a szélek. Tiszta izomban. Látom. Tiszta izomban percet. Mennyi? 1:12. 2:32 volt az első hibátlan? 5:30. Mondtam az előző 5:26. Az első hibátlan. Tegyél felül hibátlan. A Miska fiam, utazd meg, hogy mi vagyunk a legjobbak. Beszél hozzá, hogy vállalni van. Ide gyere! Gyere, csillanak! Van valószínűleg. Tiszta idom van. Legalább ilyen is került a vigába, nem? Akkor van valami gombi? Akkor van valami gombi? Kurva, nézd! 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 A segédhajtóra nagyon vigyázzunk, ugyanis a verseny szabálya az, hogy együtt kell a kettőnek beérkezni. Se ló nélkül, se lovas nélkül nem érvényes a verseny. Mit iszol, Misi? Vizet, vizet, vizet. Misi megitta. Húzd ki! Misi azt mondja, vizet a segédhajtó, így jön, ő ilyen nem érvényes. Na, hol a másik akadály? Köszi, hogy lehet? A pályák, hogy kicsit ismerni. Igen, mert kis helyen van, és sok oda itt a fordítóval. Annyira húzik a balosról való. De azt vezeti a másikat. Megvan! A Miskának kell ismerni a pályán magát. Persze. Tibi, azt csak tibi, most a zsákot lekezd. Tibi, azt csak elég szállni. Most redom a zsákot. Aha. Tibi, kérd, király vagy! Hamar! Ne úgy, mint melóba! Kicsit jobban! Dob fél magad, haver! Dob fél magad! Király vagy! Tibi, kérd, húzd bele! Gyerünk! Ha elnézsz, hogy akkor fel kell dobni, akkor most egy kicsit egy másfél méterre hátrább át. Nem, az utolsó zsák, az bement a kocsiba. Nem mennyi jó? Időbe hogy áll? Időbe hogy áll? Időbe hogy áll? Csücsi! Ho-ho! Most kell fújni majd, amikor vége van. Amikor vége van. Majd amikor vége van. Van még egy visszafordító? Még van, azért mondom. De még idáig hibáztalom is itt. Igen. Így van. Ha nem téved, visszaforduló. Itt és akkor itt erre. Tétel. Ja. Ohajtott. Ahogy mondja neki te. Az ég kísérlő szerintem az a valós.
Nos, most lesz végig, azt hiszem. Szeretnénk a fogadót idekérni, ugyanis volt némi hiba, amit a versenybíró el fog mondani. Fogad indul, és megköszönjük még egyszer a versenyzőknek a sportszerűséget, hogy Szelvót Mihály még egyszer indulhat. Esélyt adtak neki. Most a divat megmutathatja a jócsonodat, hogyan kell hibátlan hajtani. Mert eddig még nem volt hibátlan hajtás egy sem. Divat a lehetőség előtted áll. Eddig hibátlan. Divat is helyi gazdag. Mérjük az időt is. Jocó, ebben felvetted a versenyt a divattal, lássuk az ivásba majd, kíváncsi lehetünk. Divatnak mérhetetlen volt az ideje, annyira gyorsan megitta. Eddig hibátlan. Egy hiba pont. Most utolérte már a Jocót. Tehát most tartanak egálba a Jocóval. Valaki a madzagot, hogy nehogy alól mellé lépjen, lányok, légy szíves, a tetejére dobjátok fel. Csak föl a tetejére dob fel, légy szíves, vagy fűz bele, mindegy. A dolog érdekessége, hogy ugyanazt az akadályt verték a Jocó is, meg a divat is. Akkor lehet, hogy a fogattal van a gond, hogy ugyanott mindig. Mit is szól Jocó? Mérjük, indul, hopp, a divat most végre. Ebbe megvert a divat. A hajtásban nem is tud, ivásban mindenképpen. De divat azt szokta mondani, hogy ezt örökölte, azt mondja. Gyerünk. Ostorral finoman segíti a lovakat. És kijavította. Érezte, hogy ebből hiba lesz, és kijavította szépen. Ez nem lesz jó. De jó lesz. Azta éppen, hogy csak.
nagyon büszkék lehetnek, hogy ilyen fogadunk a csetébe. Tudni kell, hogy a környező falukhoz képest egy kis statisztika. Szerintem 5-6 faluban nincs ennyi jó, mint Csetényben. Fejszámolás, hogy kinek mennyi van, közel 50 ló van Csetényben, ami falusi szinten azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon lovas falunak mondható Csetény. Gyönyörűen mennek, szépen hajt a divat. Kár azért az egy hibáért. De nem láttam, lehet, hogy a lócó rúgta le azt a labdát. Innen nem nagyon lehetett látni. Ez a főcske. Gyönyörű szépen megy a fogat. És tudni kell, hogy azért nem egy összeszokott fogat, versenyeken együtt vannak, de hetek óta tegnap délután lett megint először összefogva a két fogat. Meg fogják látni, hogy a délutáni vadászhajtásban már mennyivel szebben fognak. Tehát egy-egy napi gyakorlás is már mennyivel jobban össze fogja hangolni a lovakat és a lovast. Délutáni vadászhajtásban már. Figyeljetek, nagyon. Szép, gyerünk, gratulálunk! 6 perc 2, időben ugyan kikapott a Jocótól, de a hibaszám ugyanannyi. Gratuláljunk a divatnak! Tapsoljuk meg a helyi versenyzőt! Egy nagyon-nagyon jó hajtást láttunk. Tudni kell, hogy egy nem egy összeszokott fogat, tehát nemrég vásárolta. Még sokat kell gyakorolni a fogatnak. Fogat indul. Még sokat kell, de azt hiszem, hogy a lehető legjobb kezekben van ez a fogat. És nagyon rutinosan hajt Józsi bácsi. De persze nagyon-nagyon könnyen van Józsi bácsi, mert ez ilyen születési. Ez a fogadfajtás, tehát a vérében van, ahol visszaláltam a fogadfajtás. Balázs, ne húzd az öregnek az időt! Dobbál! Korán elmenni a lóta, neki nagyon fitnek kell lenni a tegnap a gumiló. Valós ló, nyerges, az egy ügető ló, látni a mozgásán, és gyönyörűen forgatja őket Józsi bácsi, nézzék meg! Kicsi lova, rövid spenitelre, gyönyörűen forgatja őket. És persze a rutin meg az évek. Balázs, ne úgy másszál föl, ugrani! Az öreg, látják, megvárja, még biztonságosan ül a Balázs. Nem hajt addig még a Balázs biztonságban, nem érzi az öreg vigyázati. Mit iszik az öreg? Vagy a Balázs? Szódát, de lássuk úgy, mint a divat Balázs. Azta! Ez hasonló volt, abszoljuk meg! Nagyon-nagyon hasonló volt. Nagyon-nagyon hasonló volt, szerintem valahol együtt edzettek.
valahol együtt edzettek az éjjel. Tudni kell, hogy Jóskubásinak már van egy első hely. Megforgattál, nagyon vigyázok a pólójára. Ja, ide jó, jó, jó. Hát erre nem lehetem volna fogadni a két méterrel előtte. Ennyi. Amit természetesen látunk is. Tőle borulj, Gyorskobácsi, a hibátlanra figyeljünk nagyon. Mert a hibátlan nyer. Nagyon-nagyon gyorsabb fogad, de a hibátlanra figyeljünk. A ralliba. Teljesen, mintha rallit látnánk. A helyi VRT. Igaz, csak kettő lóerősek. Nézzék meg, mikor leül a segédhajtó, akkor indul most a másik. Tehát verseny ide-oda, a gyereknek kell a legjobban vigyázni. Ez is megvan. Állj ide, kár érte, a pum bánatba. A hatos. Ez a Vörös családnak, meg a csetényeknek az akadálya, úgy látom ez a hatos. Az összes csetény, ez a csetényi akadály. Balázs, le ne es! Vigyázzatok, vigyázzatok, mert bújj az oszlop mögé. Mert nagyon-nagyon gyors ez a fogat. Nagyon-nagyon jó. Igen, nagyon-nagyon gyors a fogat, nagyon-nagyon szép. Gyönyörűen hal Józsi bácsi. Ez a csetényi akadály lesz, szerintem ez a hatos. Oda nézve. Ahova akarja, oda tekeri be őket. Hát az utolsó, ez nagyon-nagyon vigyázunk Józsi bácsi, nagyon-nagyon vigyázunk. Gyerünk, hadd repüljenek, tapsoljunk meg a csetényi fogatót! 5 perc, 7 másodperc! Eddig a leggyorsabb és egy verőhiba, tapsoljunk meg az öreget! Megmutatta a gyerekeknek, még itt volt, hogy jó az öreg a háznál, tapsoljunk meg! Az eddigi leggyorsabb fogat! Gyönyörű szép az a két sárga! Hajt Vörös József úr bőről. Szinte mindegy... Vörös úr. Thank you.
gyönyörű szép a fogat. Mit iszik a vörös úr? Ja, Ricsi. Ez a fülébe is ment, de nem baj. Nem baj. Itt szeretném elmondani, hogy délután lesz a vadászhajtás, ami a különbség, hogy ugyanez a pálya lesz, csak nem kell rakodni, nem kell pakolni, egy kategorikusan gyorsabb, addig a lovak is jobban megtanulják a pályát, és egy jóval jobban megtanulják, tehát egy látványosabb nézői szempontból kicsit talán veszélyesebb hajtás lesz. Eddig hibátlan. Kettőt menné fordult a fogat, ami nagyon jó időnek számít, és hibátlan. Hibátlan. Közepet, nem igen hallom a hangjukat. Eddig hibátlan, lássuk a csetényi akadályt. Hát látszik, hogy a vörös úr nem csetényi. A csetényi akadálya semmi problémája nem volt. Nagyon ügyesen hajt vörös úr. Hiba. Nagyon koncentrált. Folyamatosan galoppozva megy, lendületesen, lendületbe tartja a fogatot. Elveti, szűken fordítja a fogatot. Így van, fordulra felekalóan, gyönyörűen. Gyönyörűen, és eddig hibátlan megy a vörös úr. Több 19 az idő. Gyerünk, hibátlan, az első hibátlan! Gratuláljunk Vörös Józsefnek! Az első hibátlan, tapsoljunk meg az mai nap első hibátlan hajtását. 5-28 és az első hibátlan. Gratulálunk a Vörös úrnak! Csak a hajtó köszön. Fogat indul. Most már éres, Robi, ez most már nem a bemutató. Lássuk a másik fogat, a második pólni fogat. Hajrá, Tüske! A vörös úr fogat. Hajrá, Tüske! Úgy látom, hogy csak sárga lovak vannak. Legalábbis eddig úgy tűnik. Gyönyörű szép ez a két sárga, szép a fogat is. Ez van, hogy
Az már egy másik, legalább. Hát így tesszük, hát hogy a bránk átadó másodok volt. Egy verőhiba, az öt hiba volt. És látszik, hogy a Ferenczi úr a küllemre, a tőzképre nagyon ad. Azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy hibátlan a fogad látképe. Ezt mondja, én mit kaptam még meg? Mondom, te mit? Új fürdőszobát, új konyhát. Azt hiszem, hogy a hajtás gyönyörű. Ki lesz az? Az ostor nem csak kapaszkodni használja, hanem akkor használja, amikor kell. A hajtóra vigyázunk, az egész hajtóra. Mit hiszik ez a Móri fogat? Fröccsöt! Fröccsöt végre! Tapsoljuk meg az első! Gyönyörű szép volt! Az első betyáros segédhajtó! Így kellett! Így kellett! Hajrá, bányász! Hajrá, Márkus! Gyönyörűen gratulálni a figyeljük. Hol van, megvan. Tüske, 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 tüske! A Móri fogatot hozták a szurkoló táborjukat? Készülődik a segédhajtó. Tudod? Megvan? Lássuk! Mi a haver? A zsákot valaki igazítsa majd meg a következő versenydőnek. Zsolti vagy? Csiri, léci, köszönjük! Eddig egy verőhiba. Így van, nem? Eddig egy verőhiba. Ezért tudni kell, hogy ez egy nem kifejezetten B-kategóriás versenyzők indulnak, hanem gazdák, és nézzék meg, amatőr gazdák indulnak, és el kell mondjam önöknek, hogy többször volt a versenyen B-kategóriás, licences versenyző, és sajnos, hála Istennek, többször kikaptak, sőt mutatom azt, hogy ahol indultak, mindig kikaptak a gazdáktól, a gazdafogat hajtónál. Gyönyörűen csúcsán fordul, pedig Ferenczi úr pedig hosszú a steriterje, de úgy látszik, hogy őt ez nem akadályozza. Szedény úrak, végén úgy járunk, hogy a Móriak el fognak itt náspángolni bennünket. Hajrá, Mór! Utolsóra figyeljünk, Ferenczi úr! Jöjjön, tapsoljuk meg a fogadót! Hajrá, Mór! Hajrá, Mór! 5.45 és egy verőhiba. Gyönyörű szép hajtást láttunk. Benne Balázsról a segédhajtóról tudni kell, ugyan nem látszik rajt, de egy B-kategóriás versenyző a segédhajtó,
aki B kategóriában is nagyon-nagyon jó eredményekkel versenyez, sőt, elmondhatjuk róla, hogy 4-es fogatot is hajt, ami persze itt az úrnak nem akkora előny, fogad indul. Ez igazán jó adott a nagy segítség, hogy a Bene Balázs Pakúr is jól tud. Egy kis segédinformációt kaptam. De gyenge, ez a pakoló segédhajtó. El ne essen. Úgy látszik, megszokta, hogy nem neki kell ugrálni. Tudni kell, hogy a Darázs úr a B-kategóriás versenyen segédhajtója Bene Balázsnak. Tehát most a Darázs úr a főnök. Mit iszik? Vizet iszik a Balázs. Lássuk. Oda néz. Na jó, az ingre is mehet, ez nem fogja meg. Jövőre vörösból lesz. Mindenkinek. Látványos. Akkor könnyebben eldöntjük ki, mit ívott. Vagy mennyit ívott meg, mennyi ment a ruhára. Hogy visszatérjek. A Darázs úr a segédhajtója Bene Balázsnak a B kategóriás versenyeken. És tudni kell, hogy ez a 4-es fogadnak a hátulja, a két sárga. Gyönyörűen, hogy a két sárga látszik, hogy ők ezt azért sokat gyakorolják, ezt a fajta fordulásokat. 253. Ez egy hibátlan hajtott. Egy kicsit lassabb, mint eddig a legjobb. Tehát mindig versenyekre járnak, trenírozzák állandóan a két lovat. Csak a Balázs egy kicsit lassú húzza az időt, látszik. Tehát ezt most elnézzük neki. De nézzék meg, hogy egy segédhajtónak is így kell tudni hajtani. Négyes fogathajtónál a segédhajtónak a kettes fogatot tudni kell hajtani. Tehát nem véletlen a Darázs úrnak a nagyon jó hajtás. És nézzük meg, hogy a lovak hogy összebújnak. Tehát ők tudják, hogy versenyen vannak, hozzá vannak szokva, és nem csak a fogatok, illetve a hajtók versenyeznek, hanem a lovak is. Tehát a lovak azok tudják, érzik, hogy ők egy versenyen vannak, és hogy maximális koncentrálással kell nekik is lenni.
mert látjuk, hogy ők nap mint nap hajtva vannak, és teljesen hozzászorulva egymáshoz, összebújva, hogy a lehető legkisebb helyen férjenek el a versenyeken. Folyamatosan ügyetnek, egyrendülen, egyrendülen. Ja. 5-16, és hibátlan, a második hibátlan. A Róma neve Gibi és Hermina. Ja, igen, de eddig hibátlan a fogat. Schmidt fönn van ám a lepke. A Móriak eddig nagyon-nagyon jó időket mentek. Egy csetényi akadály. Hello, hello. Hát jó, mert se bolni, hogy hogy merette leverni a csetényi akadály. Pedig a csetények le akarták védeni, hogy ezt csak ők verhetik le. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a tribünnél le lehet adni a legtöbb fogatra, és a végén lesz fogat tépségverseny, akinek amelyik fogat tetszett, az jöjjön ide és szavazzon rá, hogy a végén ki tudjuk osztani a tépségverseny díját is. Hogy nagyon-nagyon köszönjük a szponzoroknak, a Csetényi Önkormányzatnak, a Lavagifi Kft.-nek, Hege Zsolt úrnak, a Roland BT.-nek. Kovács Géza úrnak. Paludi Zoltán úrnak. Tehát nagyon-nagyon köszönjük a segítségeket. És köszönjük az ajándékukat Kovács Géza, idősebb és fiatalabb Kovács Géza úrnak, aki egy gyönyörű nyeregtartó, a Géza viszont gyönyörű ólomszobrokat ajánlott fel. Saját készítésű, mindegyik és gyönyörű szép. Igen.
Sok táblát csinálunk ott a továbbra. Mondtam a jó estet, ez egy hibátlan. 35 perc. Nézzük közben a James, hogy haj a Bóri fogat. Nézzük az utolsó előtti akadályt, lássuk az utolsó akadályt. Nagyon jó, tapsoljuk meg a fogatot, beér. Keres és egy sárga lóval. Kérjük vissza a fogatot, mert a csengőre indulunk. Bati Attila Székesfehérvárról érkezett. Egy hiba. Egy hiba a kettesnél. Szakítem, hogy nagyon-nagyon sok versenyző érkezett erre a versenyre. Azt hiszem, hogy ez jelzi. A hatos akadály, Attila, ez a cetényiek akadálya, de úgy látjuk, hogy más is nagyon kinézte magának. Thank you.
Tudni kell, hogy egy eléggé új fogatás az Attilánál, és köszönjük, hogy így is eljött, hogy megpróbálta, feladták. Köszönjük szépen! Az napot nevédel, Attila! Eljött hozzánk! Lássuk, mert ő azért már egy rutinos versenyző, és lendületből jön rá a rajtra, de tudja, hogy ez a pár tized másodpercig számíthat. Nézzék! Gyönyörű, hogy a lovak hogyan össze vannak szokva, milyen gyönyörűen mennek. Bene Balázs versenyen kívül indul, mivel ő egy B-kategóriás versenyző, így gyerekek, ne buruljatok föl. Jó. Hopp, egy hiba pont, Balázs. Balázs az ő tréningnek fogja fel ezt a verset. Verset, oda nézzenek. Tehát így is meg lehet. A hatos is megvan. Én most azt hiszem, hogy arra, a hatos akarát. Azt hiszem, Balázs most arra megy rá, hogy megmutassa, hogy lehet ezt hajlékonyan. Pályaszolgálat, a vigyázz Balázs! Mivel a külső éven haladó lónak gyorsabban kell mennie az ív miatt, Balázs, egy kicsit gyenge a pakolót! Segédhajtó! Csak vigyázz rá, mert a négyesnél szükséged lesz rá, maradhat ott is. Mindisztik az úr? Fröccsön! Így van! Végre valaki! Látszik, hogy B-kategóriás versenyző, nem szolgáltatik. Komolyra veszi a dolgot. Gyönyörűen együtt megy a fogat, és a külsőt mindig segíti a Balázs, hogy gyorsabban menjen, mivel nagyobb íven kell mennie, tehát gyorsabbnak kell lenni a külsőnek mindig. És azt hajtja Balázs a kezébe. Ostorral. Nézzék, hogy fordulnak ezek a lovak. Gyönyörű, 2-22. Azt hiszem, hogy a délutáni vadászhajtás az körülbelül ilyen lett, kedves nézőim, vagy még egy kicsit gyorsabb. Tehát azt hiszem, hogy a 2:30-kor kezdődő vadászhajtás hatalmas nagy versenyt fog hozni. Hatalmas nagy versenyt, hatalmas porfelhőt. Úgyhogy azt sem hagyják ki. Hopp! Balázs, ez nem megy! Amit a pályán behozol! Egyéb hibák miatt. Szerintem a spriterrel van a baj. Oda nézel, honnan fordul rá, hogyan? Tehát azt nézzék meg, mekkora vágtába. Gyönyörű szép hajtás, gyönyörű szép. Repül a fogat. Élvezi, látszik a Balázs, hogy élvezi a hajtást, és mindenhozzá még visszahozza. A délutáni ugyanez lesz, hogy nem kell pakolni, tehát még gyorsabb lesz. Lendületesebb, gyorsabb, ezt nézzék meg, kedves hölgyeim. Itt állni kell neki, hogy meg tudja tartani a lovait. Gyönyörű szép. Gyönyörű szép. Oda, fölmászott, megvan. Gyönyörű szép hajtást látunk. Csak magatokra vigyázzatok ki, magatokra vigyázzatok. Azt hiszem, hogyha az őrült jelzőt használom, akkor ez nem bántó Bene úrnak. Mert mind az őrültek úgy mennek.
Most mondja valaki azt, hogy a rally világbajnokság mennyivel gyorsabb csak. Tapsoljuk meg, gyönyörű tép hajtás, gyönyörű tép. Tapsoljuk meg.